Megkérek mindenkit, szíveskedjék megnyomni a gombját. Sokan nem szavaztak, mert ugye ez a kis jeldés, jelző hang, amit halványan lehetett hallani, ez eléggé visszafogottan szólt. Ezért most a kérdésem az, hogy lehet-e hangosabbá tenni ezt a jelző hangot, hogy mindenki hallja, hogy mikor kezdődik a szavazási időpontja. Erre várnék egy visszacsatolást valaki részéről, hogy ez megoldható-e. Igen, kapok egy bólintást, akkor most újra szavazunk a napirendi pontról, kérem a szavazást. Mostantól lehet szavazni. Köszönöm szépen, 20 igennel egy tartózkodás mellett a közülés a napirendi pontokat elfogadta a kiosztott formának megfelelően. Így elsőként az egyes napirendi pont tárgyalása következik. Ez a Pécsi Temetkeresi Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala címet viselő előterjesztés. Tisztelt közgyűlés, rövid szóbeli kiegészítést tennék a napirendi pont kapcsán. Elsőként arra emlékeztetnék mindenkit, hogy ez év májusában hoztunk döntést arról, hogy megalakítjuk a Pécsi Üzletrészkezelő Kft-t, és ennek a döntésnek a nyomán két cégünk, a Pécsi Temetkezési Vállalat, illetőleg a Pécsi Városgondozó Nonprofit Kft. Volt az, amelyiknek az üzlet részébe kerültek ebbe az új cégbe. Az elmúlt időszak tapasztalataiból kiindulva, egyeztetve az érintettek, az érintett vezetőkkel és az érintett gazdasági szakemberekkel az a javaslat született, hogy a Pécsi Önkormányzat, mint közvetett tulajdonos, a döntés követően, a mai döntésünket követően legye 100%-ban önkormányzati tulajdonba vissza, közvetlen tulajdonba vissza a Pécsi Temetkezési Kft-t, amely természetesen maradt továbbra is Kft. Formában, tehát a cégformát a döntésünk elvileg nem érinti, illetőleg ezzel párhuzamosan a Pécsi Holding Zrt. Legyen az, amelyik a megfelelő kontrolling és műszaki apparátus birtokában lévő cég tudná a menedzsment jogokat teljes mértékben gyakorolni. Az előterjesztés tehát ezzel kapcsolatosan hoz rendelkezéseket, és nyilvánvalóan minden olyan fajta jogi, jogtechnikai átvezetést, ami ebből az új konstrukcióból fakad, ezeket átvezetik a megfelelő szervezéseken, és a rendelet is, ami egyébként egy korábbi rendeletünk ilyen módon kiegészítve kerül majd, hogyha önök jóvá adják, elfogadásra. Annyit szeretnék még mondani, hogy technikailag úgy történik mindennek a folyamata, hogy a Pécsi Üzletrészkezelő Kft-nek a tulajdoni szerkezetében az üzletrész kivezetésre kerül, és ilyen módon tőkecsökkentés fog sorra kerülni ebben a bizonyos Üzletrészkezelő Kft-ben. Ez lenne tehát a technikai megoldás, és természetesen van egy határozat is, amely csatolódik a rendelet módosítása, amelyről majd külön fogunk szavazni a rendeleti szavazás követően. Ennyit szeretnék szóban kiegészítésül elmondani. A kérdésem, van-e bárki részéről kiegészítés hozzáfűzni való? Amennyiben nincsen, kérem a szavazást a rendeletünkről elsőként. Tizennyolc igennel, egy nemmel és három tartózkodással került a rendelet módosítása elfogadásra. Ezt követné egy második szavazási kör, amelyben a csatolt határozatról kérem, hogy szavazzon a Pécsi Képviselőtestület. Kérem a szavazást. Megállapítom, hogy 18 igennel, egy nemmel és három tartózkodással a közülés elfogadta a határozatot is. Következik a második napirendi pont, amelynek címe a Pécsi Eszközkezelő Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala előterjesztő Csizi Péter alpolgármester úr. Megadom a szót.
Köszönöm a szót, polgármester úr. Mindenképpen ki szeretném egészíteni az előterjesztést, hiszen amikor ez a folyamat elindult, akkor még egy másik személyi és politikai összetételű testület döntött. Ezért úgy gondolom, hogy az új képviselőket és az új pártokat megilleti az a jog, hogy végigvegyük, hogy mi is történt valójában a vízműrészvényeket illetően, és miért szükséges, vagy ki kényszerít ma minket arra, hogy ezek a részvények visszakerüljenek jogos tulajdonosokhoz, azaz az önkormányzathoz. Hiszen a pécsi vízműben fennálló kicsivel több mint 50,5%-os tulajdonrész, az itt volt az önkormányzatnál, egészen 2008-ig. 2008-ban döntött úgy az akkori testület, hogy létrehozza a Pécs Városi Vízművagyon működtető Kft-t, röviden a PVVM Kft-t, azzal a céllal, hogy oda betette a részvényeket, és ezeket a részvényeket pedig értékesíteni kívánja. Már akkor is nagy politikai és egyben jogi vitát váltott ez a lépés, hogy szerencsése, hogy egy amúgy versenyhelyzetben nem lévő közművet szolgáltató cégnél, aki a éppen hogy meglévő többségi tulajdonrész, az ne az önkormányzat tulajdonában legyen. Sok jogi vita volt, és sok politikai vita. A politikai vitának az eredményeit nem szeretném taglalni, hiszen azt hiszem a jelenlegi városvezetés több fórumon és több döntésben is már deklarálta, hogy úgy gondoljuk, hogy a közszolgáltatásokat végző cégek, akiknek a piacon nincsen versenytársuk, azok 100%-ig önkormányzati tulajdonban legyenek. A jogi vita is egyébként megoldódott valamikor 2009-ben, amikor kiderült, hogy az ISPA pályázatunk következtében az akkori Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejlesztési igazgatósága döntött, hogy szabálytalannak tekinti az ISPA pályázat miatt ezt a részvényaportot, és arra kötelezi az önkormányzatot, hogy a részvényeket hozza vissza az önkormányzathoz. Itt vannak előttem azok a döntések, amik egyébként 2009-ben ez irányba születtek, és ma pedig végérvényesen a részvények visszajönnek az önkormányzathoz. Mellékesen jegyzem meg, hogy egyébként az esetleges vízműperben ez elsődleges szempont. Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy a Tettye Forrásház ZRT-nél lévő közel 1 milliárd forintos a Pécsi Vízmű és leányvállalatai irányában lévő kintlévőséget behozzuk ebbe a cégbe, jelesül az eszközkezelőbe. Fontos ez, hogy amúgy egy korábbi döntés, egy korábbi kintlévőség ne roncsa a Tettye Forrásháznak a közvetlen mérlegét, tehát egy tőkeszerkezet eltolásról beszélünk, és ehhez kapcsolódik természetesen az ügyvezetői döntés. Az új ügyvezető egyébként a Tettye Forrásháznak a jelenlegi osztályvezetője, aki díjazás nélkül látja majd el az ügyvezetői feladatokat. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy ezekkel a kiegészítésekkel fogadja el az előterjesztést. Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Egy technikai bejelentést szeretnék tenni. A második számú javaslat, határozatjavaslat, ami szerepel az előterjesztésben, egy új javaslat, tehát az elsőhöz képest egy módosított változat, és a merékete is nyilvánvaló ezt képest változtak. Tehát kérem, hogy a döntésnél ezt vegyék figyelembe a tisztelt képviselőtársak. Hozzászólás igényt nem látok, itt is két szavazási menetre kerül sor. Elsőként döntsünk arról, javaslom, hogy a Pécsi Eszközelő Kft. Törzstőkének tőkekivonása történő leszállítása megtörténjen. Kérem erről a szavazást. Igen, és 5 tartózkodás mellett fogadta a közgyűlés. Másodjára pedig kérem, hogy szavazzunk, ez már egy egyszerű többséget igénylő kérdés. A Tettye Forrásház ZRT nem pénzbeli hozzájárulása tagként történő belépéséről,
a Pécsi Eszközkedvő Kft-be. Erről kérem a szavazást. A közgyűlés 18 igennel és 5 tartózkodással döntött a határozatról. A következő napirendi pont a Pécsi Kulturális Központ 2 pályázat beadásának jóváhagyása című előterjesztés. Előterjesztő Nagy Csaba, a polgármester úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt közülés, 2 pályázat benyújtásáról lenne szó. Az egyik pályázat a Mesterek, Másterek címet viseli. A projekt összköltsége 3 millió forint, melynek 80%-áig lehet támogatást igényelni. A tervezett önerő 600 000 forint, melyet a létrejövő koncertekből és rendezvényekből szeretnénk előteremteni. Azért gondoltuk azt, hogy most a mai közgyűlésen fogjuk ezt benyújtani, hiszen ennek a pályázatnak a folyamatos nyitvatartása azt eredményezheti, hogy azok a keretek, amik rendelkezésre állnak, elfogynak. A pályázat keretén belül tartanánk egy Magyar Kórusok Napját, egy nemzetközi tehetségkutató versenyt amatőr könnyűzenekarok számára, egy éneklő ifjúság című rendezvényt, illetve a Pécsi Vonósok és a Szekszárdi Kamarazenekar közös koncertjét, a 78-as épületet érinti a pályázat, illetve a Kodály Központot. A másik pályázat az talán ennél sokkal izgalmasabb, ez a Pécsi Kesztyű brandépítés, a kézművesség és az építészet, a fotográfia és a média összefogásával. Ez egy 30 millió forintos pályázat, aminek 100%-os a támogatottsága. Itt azt gondolom, hogy a címből egyértelmű, hogy a Pécsi Kesztyű, mint kreatív iparággal összefüggően szeretnénk ezt a pályázatot benyújtani, hogy az a klaszter, aki e tekintetben az elmúlt időszakban megalakult, illetve azok a vállalkozások, illetve az a múlt, ami jellemzi ezt az iparágat, az még jobbá, ismertebbé válhasson a pécsi közvélemény, illetve a pécsi polgárok, illetve a zsolnai kulturális negyed látogatói számára. Köszönöm szépen. Köszönöm a polgármester úr. Van-e kérdés a elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, kérem a szavazást. Egyhangú szavazattal került elfogadásra a határozat. Köszönöm szépen, és végezettől az utolsó napirendi pont a 4-es számú került tárgyalásra a támasz alapítvány ellátási szerződésének módosítása című előterjesztés Mór Eszter bizottságának. Köszönöm, megadom a szót. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Az alapítvány a múlt héten megtartott kuratóriumi ülésen kezdeményezte az ellátási szerződés módosítását. Alapvetően 2 vonatkozásban, 2 új telephelyjel kívánja bővíteni az ellátási szerződés megvalósítását, és ezeken a telephelyeken időszakos, illetve állandó kapacitásbővítéseket hajtana végre. Kérem a tisztelt közgyűlés az előterjesztés támogatásának. Köszönöm. Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Elnök asszony, hozzászólni senki nem kíván, így kérem a szavazást az előterjesztésről. Megállapítom, hogy 22 igennel került a határozat elfogadásra. Tisztelt közgyűlés, ezzel a rendkívüli közgyűlés véget ér, találkozunk mához 2 hétre, 24-én a rendes közgyűlés keretében. További szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!